Nos, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Láttam az interneten egy egészen érdekes videót a múltkor, hogy hogyan szereljük a csapot. Ez egy kb. Egy másfél órás videó volt, amikor egy igazából szakbarbán nekiállt csapot szerelni. Hát akkor most nézzük meg, hogy ez tulajdonképpen mennyiből is tart. Így néz ki a csap, a bekötő, szárak 2, és a felfogatáshoz szükséges tőcsavar, meg a hozzá az anya. Először is szétszedünk mindent, ez egészen egyszerű feladat lesz. Maga a bekötés sem túlzottan bonyolult, tehát ez tulajdonképpen bárkinek elsőtudható. Először is bekötjük a jó helyre ezt a két bekötő csövet. Ezt bár nem szokás, de egy picit érdemes fogóval meghúzni, nem nagyon, mert könnyen beletörhet. Berakjuk a másodikat is, úgy. Ez így szintén roppant egyszerű dolog. Ez is csak éppen, hogy egy kevéskét húzunk, hogy biztosan stabilan álljon. Jó, itt van ez a bekötő szár. Ennek a végén van egy bevágás, ez azért szükséges, mert hogyha már igazából sárgarit van, de ha ne hagyj is tevéletlenül berosdálna, vagy bevízkövesedne, akkor egy csavarhúzóval ezt ki lehessen szedni. Nos, itt van a helye ennek is. Egyik. Ezt itt bőven elég kézzel meghúzni, nem kell hozzá semmi más. Másik szár szintén, ezek vannak alul. Jó. Ezzel gyakorlatilag a csapunk már szintén alkalmas is arra, hogy veszélyesre kerüljön, jön egy gumigyűrű, amit a két bekötőcsőben keresztül átbújtatunk, és itt van egy bevágás, amit egyszerűen csak így kézzel bele kell szépen pattintani. Jó. Ez lesz a luk, amit meg kell csinálni, ezt elfelejtettem, hogy mivel ez egy rozsdamentes mosogató, ezen van egy ilyen védő réteg, egy fólia, most azt hiszem, hogy ez fogja a legtöbb időt elvenni ebbe a filmbe, de hát semmi gond, ráérünk. Hát igen, a bénázás elnézését mondom minden kedves nézelődőnek. Ez sajnos muszáj jól kiszedni, mert utána csak a gond lesz vele. A kedves vevő vagy megrendelő ezzel nem fog tudni igazán mit kezdeni már. Na. Na, mindjárt meg is vagyunk ezzel is, úgy látom. Hát igen, ez egy ilyen sziszifuszi módon szokták ezt elmondani. Adjunk be egy kis erőszakot, úgy, sose hát. Így van. Nehogy másnak is legyen majd vele dolga, ezt itt szépen utána összetjük, majd az asztalos, vagy aki akarja ezt folytatni. Oké. Jön a következő dolog. Ezzel a két 3/8-os bekötő hollandival fogjuk szépen ezt így letenni. Tökéletes, mivel ez a mosdó kicsit régen áll, ezért a... Miért nem akar ez a helyére menni, és tudjuk ezzel mondani? Aha, a gumi. A gumi. Na, most már helyén áll. Oké. Okay. Na, ezt a részét most itt beállítottuk. Oké, okay. És na most egy kicsikét így letesszük a kamerát, hogy lássátok, hogy alulról mit kell minden kézbe. Ja, ami szükséges, még egy úgynevezett dugókulcs, vagy csőkulcs, ki hogy ismeri. És akkor jött a következő fázis, amiben ezt az egészet remélem, hogy jól fog látszani. Majd igyekszem úgy csinálni, hogy tehát a két bekötő szár megfogásával fixet tartjuk a csapatot. Utána jön ez a két elem. Mindig úgy kell csinálni, hogy a felső részén van a gumi, az alsó részén pedig a fém alátét, amint a lukak megfelelő pozícióban vannak. Ezzel a kezünkkel még mindig fixet tartjuk a két flexizsővel. És most jön a két anya. Egyik anya, másik anya,
Ez persze természetesen eléggé optimális eset, hogy most hátulról meg lehet szerelni ezt a mosogatót, de abban az esetben, hogyha a szekrényben vagyunk, akkor sem bonyolultabb a dolog, tehát ugyanezeket a mozdulatokat kell végigcsinálni. Jön a csőkulcs. A csőkulcssal pusztán annyit teszünk, hogy kézzel meghúzzuk, úgy, közben ellenőriztem, hogy csak nem mozdult el, de jól áll, tehát ügyesen tartottuk, jó, akkor most ezzel már rendben is vagyunk, a kézzel meg van húzva, a kőtárna, hasonlóan ezzel a fogóval, amit az előbb használtunk, a csőkulcsot elfogva, kicsit még húzunk rajta, úgy egyiken, másiken ezt, persze csak érzéssel, mert ugye attól függ, hogy honnan származik a csaptalep, ne adj Isten, hogyha Kínából érkezik, akkor ez bele szokott törni, és akkor utána jöhet a csere garancia Bauhausban, vagy akármelyik boltban. Nos, készen is vagyunk. Remélem tetszett a videó, iratkozz fel!